kapkodnom kell tényleg a fejemet, hogy ez most valóban megtud, és nem álmodok, ugyanis ezt nagyon sokszor elképzeltük már, sokszor álmodtam róla, és most itt vagyunk, és megtörtént, úgyhogy fantasztikus érzés. Ez nagyon fontos mind a kettőnk számára, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy a birkozók igenis milyen eredményre képesek, és hogy jelen vagyunk a sok sikersportágak között a birkozás is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezzel még jobban sikerült népszerűsíteni a sportágat. Nagyon nagy szükség lesz a fiatalokra és az utánpótlásra, úgyhogy nagyon remélem, hogy valamilyen szinte egy picit példaképei lehetünk majd nekik, hogy nagyon sokan támogattak minket, szóval, hogy nagyon fontos volt számukra, hogy ott álltak mögöttünk, és annyi energiát adtak, hogy egyszerűen utólag visszagondolva nem volt más forgatókönyv, csak tényleg az, hogy sikeresek tudunk lenni ezen az olimpián. Amikor lement az én döntöm, igazából azt éreztem, hogy visszamentem a szállásra, hogy most már akkor megnyugodhatok, és nem értettem, hogy miért nem nyugszok meg, hogy miért vagyok ugyanolyan stresszben még, és miattam. Úgyhogy még ugyanúgy egy napig még egy olimpiai döntőt le kellett birkoznom. Az olimpiai döntő után nagyon csalódott voltam, ugyanis mindenki úgy megy fel az olimpiai döntőre, nyerni akar. Én is azt szerettem volna, azt akartam, hogy olimpiai bajnok legyek. Ahogy eltelt egy nap, azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút úgy fogom fel, hogy ez egy megnyertetés térem, ugyanis amit elterveztem a szőnyegen, az mind sikerült. Amit elterveztem erről, hogy milyen állapotban szeretnék kimenni erre az olimpiára, és milyen állapotban szeretnék birkózni, ez is mind sikerült, úgyhogy abszolút büszke vagyok erre az eredményre. Ez volt az utolsó olimpiám, az bizonyos, de most igazából a pihenésé lesz a főszerep, úgyhogy most pihenés és a család.